Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Az adventi időszakban sajnos gyakoriak a lakástüzek, ha nem figyelünk előképpen az adventi gyertyákra, akkor könnyen következhet be baj. Erről is szólunk a mai műsorban, de nézzük, hogy még miről. Áremelkedés, drágulhat a liszt és drágulhat a kenyér. Új körforgalom, biztonságosabb lett a közlekedés vásárosnaményban. Adventtől karácsonyig fokozottan kell figyelni a tűzveszélyre. Az élet minden területén érzékelhető az áremelkedés, nem kivétel ez alól a gabonaipar sem. Ahogy drágul a liszt, úgy drágul a kenyér is. Mennyivel és melyik kenyérért kell többet fizetni? Erről is kérdezzük Lakatos Tibort, a Pékszövetség alelnökét. Jó estét kívánok, köszönöm. Hát gabona hiányról nem lehet beszámolni, mert ha jól tudom, akkor rekord közeli gabona termés volt. Mégis emelkednek a lisztárak, a kenyérárak. Minek köszönhető ez? Mivel magyarázható? Hiszen hát a közgazdaság alap tézise, ha jól tudom, ha valamiből sok van, akkor az olcsóbb lesz. Nem, hogy jó mennyiség, elég mennyiségű gabonát elmentem, jó minőségű is volt. Is. Hát azzal mi nagyon örültünk az ősszel, amikor már megkaptuk az új gabonából készült lisztet, nagyon jó minőségű volt. Ugye a sütőiparnak a 1,2 milliárd tonna lisztre van szüksége, hogy állásuk a magyarországi sütőipari vállalkozásoknak a igényeit. Ez bőven el is látja. El is látták, ugye ráadásul a minőség is jó volt, tehát ezzel mi elégedettek is lettünk volna. Hát az alatás után, ha emlékszünk, 80 és 85 forint között volt a gabonának az ára, amit ugye a termelők, a gazdák a mai pillanat ennek a figyelmevétele, ilyen 100-102 forint körül adják el a malmoknak. Tehát eleve az következett be, hogy a gazdák nem voltak eladási kényszerben, voltak és vannak is tárolókapacitásaik, és emiatt kívánnak, és ugye az eladási ár most pedig a világpiaci árhoz igazodik, tehát igazából azt gondolom, hogy nem is a malmok a hibásak, hogy emelkedett a lisztára, hanem a gazdáknak az eladási kényszerének a hiánya okozza ezt a magas gabona és a lisztár emelkedést is. Tehát akkor oly mértékű tárolókapacitás bővítésben volt részük most a gazdáknak, ugye, akik gabonát termelnek, hogy nem kényszerültek arra akkor, hogy eladjanak. Igen, ha emlékszünk, 1-2 éve ezelőtt már a gabona földeken eladták a gazdák, hiszen vitték külföldre, most is megy egyébként ebből a mennyiségből külföldre, hiszen jóval nagyobb áron tudják eladni a külföldi kereskedőknek, hiszen hiány van a német piacon is, hiány van Európában is, sőt, én azt most hallottam, még Egyiptomba is visznek gabonát. Tehát akkor ugye inkább okozza, kiviszik. Inkább kiviszik, nagyobb mennyiség, nagyobb értéken tudják eladni, és ugye emiatt emelkedik a lisztnek az ára is. Csak hogy még legyen egy kis viszonyítási alapunk, évről évre kb. Mennyi egyébként a gabona ára? Tehát említette, hogy 80-85 forintot elfogadhatónak tartottak volna. Tehát az idén. Két éve 50-60 forint körül volt egyébként a gabona felvásárlása, de igazából én nem gabona szakértő vagyok, én a lisztet tudom, hogy mennyiért vásároltuk. Például most egy évvel ezelőtt 80 forintig vásároltuk a BL55-ös lisztet, most pedig már több mint 100-120 forint körül van a lisztnek az ára, attól függően, hogy zsákos, vagy pedig ömleszve, milyen mennyiséget vásárol egy pék, tehát ezért van egy kis mozgás az árban. Ezt pedig a pékségek gondolom nem tudják benyelni ezt az áremelkedést, hanem érvényesíteni kell a saját áraiban. Tehát ilyen nagy mértékű, több mint 25%-os lisztáremelkedés következett be egy év alatt, ez háromszor is megtörtént az idejében. De ha nem csak a 25%-os áremelk, tehát háromszor kellett. Összességében tavaly évhez képest a lisztára mintegy 25%-a nőtt. Ha azt mondom, hogy az élesztő is 23%-kal nőtt, de azt hiszem az egyik legnagyobb teher a pékek számára a szakmunkás minimál és a minimálbérnek az emelkedése. Ez egy nagyon jelentős tétel, hiszen a sütőipari ágazat nagyon munkaigényes, és az a jellemző rá, hogy ők nem csak, a pékek nem csak nappal, döntően éjszaka dolgoznak, és emiatt ugye a megemelkedett bérköltséget rárakódó éjszakai pótlékok, hétvégi pótlékok jelentősen megnövelik a bérköltség igényét, hiszen mindenki azt szeretné, ugye, hogy reggel friss kenyeret és friss krivit kapjon.
Tehát most emelkedik a munkaerőköltség, és emelkedik a lisztár is. Egyébként van valamilyen kalkulációk arra vonatkozóan, hogy ezt a lakosság meddig tudja, hát most így mondom, tűrni, tehát hogy meddig emelkedhet egy kiló kenyér ára? Még visszamennék ma azért, nem csak a liszt és a munkabér emelkedett, de a szakmunkás minimálbér emelkedése dolgozónként havonta 43 ezer forint többet költséget jelent. Nem csak a pékeknek hozzáteszem, a sima minimálbér emelkedés miatt pedig 33 ezer forint per fő a többet költség, figyelembe véve a hozzájárulásnak a csökkentését is. Tehát ezt az igazdálkodni, és erre a megnövekedett 43 forintra, mert ugye pékek nagy részte szakmunkásokkal dolgoznak, ez egy nagyon jelentős növekedés. De ha még tovább megyek, most már a felsorolt költség növekedésnél tartva, azt hiszem egy két és félszeres elektromos és gázenergia növekedés is bekövetkezett a piacon, ami jelentős szintén a pékeknél, hiszen mi éjszaka dolgozunk, sok gáz használunk, föl villamos áramot, ugye éjszaka fűteni kell, világítani kell. Ez most azt mondom, hogy kilovattonként a 23-24 forintos egységáról most már közel 60 forint körül jár az egységár. Ez is egy jelentős költségnövekedés. Nem először beszélgetünk, már akkor is kongatta a vészharangot, hogy ezért a pékek eléggé nagy bajban vannak, de akkor most ez azt jelenti, hogy még most fokozódik a problémájuk? Ezt tehát, 22-ben teljes mértékben fokozódni fog, én azt gondolom. Miben fog ez megnyilvánulni? Aki ezt nem tudja, ezeket a költségnövekedéseket tovább érvényesíti, az átadási árakban hangsúlyozom mindig, hogy a fogyaszti ár, vagy ez a kereskedőnek a üzletpolitikájától függ, mi pékek azt tudjuk, hogy az átadási ár hogyan növekszik. A Gazdaságkutató Intézettel végeztünk a Pék Szövetség 2019-ben is egy elemzést a négy alapvető termékre, a félbarna kenyér, fehér kenyér, kifli és zsömére. És ezeket az adatokat most megkértük a napokba, hogy aktualizálják, és ennek megfelelően kihoztak egy számítást, amely kijön a fehér kenyérnek az önköltséget, beleszámítva a segédanyagokat, alapanyagokat, bérköltséget, 245 forintra jön ki. Tehát is azt mondjuk, hogy ha ezzel csak az áfát rátesszük, meg a kereskedő hasznát, akkor ott vagyunk az a 400 forint közüli jelen pillanati átadási árnál vagyunk. Nem az a probléma, a Malmok előjelzése szerint januárban, illetve márciusban újabb lisztár emelkedés várható, és azt hiszem ez lesz a legnehezebb ezeket kigazdálkodni, ugye nyilván átadási ár emelkedés el fog járni a sütőpét termékeknek az előállítása. Tehát hát, mondhatjuk, hogy tavalyi 65 forintos lisztáról, akkor már most már 100 tavaly 88, ez lett, hogyha most pillanatnyilag 120, és márciusra, februárra Malmok előzésére szerint 140 forint körül lesz egy kiló liszt. Önök hogy látják, ez át fogja alakítani a fogyasztói szokásokat? Mindenképpen át fogja, azt gondolom, hogy a lakosságnak a vásárló technikája, és oda fog eljutni, hogy inkább kisebb mennyiségű tényelet vesznek, ugye nem fognak pazarolni, ami nem is probléma, én azt gondolom, és ilyen a vásárlói szokások is el fognak menni a élelmiszeripari termékeknél a magasabb árfekvésű, de hosszabb szavatosságú, több napon frissen tartó termékeknek az irányába. Ez egyébként már el is indult, ez a tendencia, nem? Tehát, igen, hogy egy már kisebb igen. Kenyeret, egy veknit egyébként, hát én is tapasztaltam amúgy, egy évvel ezelőtt 220 forintért, most már 350 forintért lehet venni igen, egy fél kilót. És az is igaz, hát nem hiszem el, hogy egy kisebb, néhány fős család kilós kenyeret fog venni. Most a múltkor voltam a Husziában már szeletekbe lehet kapni a kenyeret, és igazán amennyi elegendő, három szelet kenyeret lehet kapni, nyilván nem ilyen áron, mint Magyarországon, de ott is rájöttek a vásárlók, hogy igazából inkább egy magasabb árfekvésű, magas hozzáadott értékkel ellátott
kovászolt kenyeret vásárolnak inkább, mint hogy a szeletelt kilós kenyeret vegyék meg. Térjünk egy kicsikét még, illetve vissza a munkaerő problémájára. Ugye, ha jól tudom, akkor önöknek az is problémájuk, hogy nincs elegendő munkaerő egyrészt, másrészt pedig akkor ugye emelkedtek a bérköltségek is. Ez pedig hogyan lehetne valahogy kompenzálni, milyen megoldások vannak erre, és hogyha van, akkor hol járunk ezen az úton? Tehát, hogy a munkaerő probléma is jelentkezik a sütőpő területén. A legnagyobb probléma az, hogy a fiatalok nem vállalják be ezt a szakmát, hiszen itt döntően éjszaka kell dolgozni, hétvégén kell dolgozni, mint a fiatalok azok nem nagyon szeretnek. Kiöregszik a szakma. A Magyar Pékszövetség az Agrárkamarával közösen próbálnak különböző OK és képzéseket létrehozni, és ezzel segíteni a munkaerő ellátását, akár felnőtt képzésbe is. Tehát van a lehetőség és támogatás is van erre az Agrárkamara részéről, hogy ezeket a képzéseket akár a pékségbe is el tudják végezni a szakmunkás képzés irányába. A másik megoldás a gépesítés, szerencsére ugye nagyon sok pályázat lehet nyílt arra kapcsolatosan, hogy gépesítsenek a pékek, ugye ez egy másik megoldás. Akkor megjelentek a pályázatok? Megjelentek a pályázatok folyamatosan, és azt gondolom, aki a jövőben szeretné működtetni a pékségét, ezek kikémelfizik ezeket a támogatásokat, és automatizált gépeket, úgynevezett olyan eszközöket, olyan technikákat fognak vásárolni, amely az éjszakai műszakot kiváltja, tehát gyakorlatilag a nappali műszakban el tudjuk készíteni a termékeket. Egy úgynevezett késletet keresztülbe bekerül, ahol reggel a pék, mikor bemegy, már meg van kelve a tiszta, és csak sütnie kell. Tehát ez egy nagyon jó irány a sütőiparnak a jövőjét. Tehát ez egy reménysugár is lehet. Van reménysugár mindenképpen. Gondolom. És mi a helyzet a kisebb pékségekkel? Hogy kisebb pékségeknél ott is már átalakult a munkafolyamat, vagy ott még nem? Ugye, azt gondolom, hogy a magyarországi sütőipar folyamatosan át fog alakulni. Ugye három szektora van a sütőiparnak, vannak a nagyon nagy üzemek, ahol gépesítettek, fagyasztottak gyártanak. Vannak a középüzemek, amelyek a kópokat látják el, olyan 1 milliárd és 2 milliárd közötti árbevételű, és vannak a kis pékségek, akik ilyen 6-8 fővel dolgoznak, és gyakorlatilag a folyamat kapcsán az évek következtében ez a középüzemeknek igazán a jövője van veszélybe, hiszen a nagyobb vállalatoknak szüksége van a fejlesztésre, ők meg tudják csinálni a technológiai fejlesztéseket. Ugye a világ nagyon sok részén, Európában is a kis pékségeknek is át kell alakulniuk. Meg kell tartani helyi szokásokat, egyedi termékeket kell gyártani, a vevőkkel tartani a szoros kapcsolatot, és igazából én azt gondolom, hogy ez egy útja, és ezt látjuk Ausztriában is, ahol kis pékségek vannak, láthatjuk ezt Franciaországban is, hogy a városban különböző pontjain magas árfekvésű, minőségi termékeket vásárolnak. És ugye ez a középüzem, ennek vannak a jövőben nagyon nagy veszélye, hiszen, ahogy említettem is, a hagyományos kenyereket előállítva nagy mennyiségben gépesítés nélkül ők nem fogják tudni ezt a fejlődést megvalósítani. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Biztonságosabbá vált a közlekedés Vásárosnaményban, elkészült az új körforgalom a városban. Okoszebrát is létesítettek, de a fejlesztéssel nem állnak meg. Új hidakat is terveznek a térségben. Az átadón Hudáki Zoltán kollégám járt. Sorra érkeznek az autók több irányból is a Vásárosnamény szívében lévő csomópontba. Az elmúlt hónapokban alakították át körforgalommá. A munka március közepén kezdődött, ősszeleig pedig nem csak ez fejeződött be, belvárosi utak felújítása is megtörtént. A fejlesztéseket múlt kedden adták át. Önkormányzatunk a közlekedés fejlesztést kiemelt prioritásként kezeli, hiszen tudjuk azt, hogy közlekednünk kell, sőt a megnövekedett igényeket is ki kell, hogy szolgáljuk. Épp ezért olyan tervet nyújtottunk be a topospályázati lehetőségeken belül, amelyek az öt
legforgalmasabb városi utunk teljes felújítását szolgálták, valamint egy körforgalmi csomópont kiépítését. Hogy számokról is beszéljünk, mint egy 3,6 km út került teljes megújításra, felújításra, valamint egy körforgalmi csomópont, mindez 521 millió forintos nagyságrendben. Én köszönöm a városlakók és a bergiek türelmét, hiszen nagyon hosszú időszakon vagyunk túl, de ma már senki sem lázad, mindenki boldog. Közlekedés biztonsági szempontból azért fontos ez a beruházás, mert a város 2-3 legforgalmasabb útja, és ehhez kapcsolódom még másik két olyan út, amilyen nagyon nagy a forgalom, épp ezért a kátyús és elavult utakat meg tudtuk újítani, föl tudtuk frissíteni, valamint egy olyan közlekedés biztonság szempontjából nagyon fontos körforgalom került kiépítésre, amely egy olyan hiányt pótol a városban, amely egyrészt biztonságosabbá teszi az átkelést a városon, másrészt pedig föl is gyorsítja azt, reggelente most már nem dúl be a városközpont. Az aszfaltba beépített lámpák villogása jelzi az autósoknak, ha valaki át szeretne kelni az úton. Egy okos zebrát is létesítettek a közeli iskola előtt. A városban máshol is tervben van ilyen kialakítása, ahogy egy újabb forgalmas csomópont fejlesztése is. A térség országgyűlési képviselője szerint a közlekedést érintő beruházások az életminőség és a munkahelyteremtés szempontjából is fontosak. A Perényi tanyánál egyelőre véget ért M3-as építése tovább folytatódik, a Bereg Daróc Bereg-Dénánál lesz a határmetszési pont. Most ott tart a dolog, hogy a nyomvonal megvan, a érintett polgármesterekkel egyeztetnek a tervezők, valamint fölkanyarodik egy szakasz északi irányba, Záhonyba egy gyorsforgalmi útként. Itt megvan már a kiviteli engedély is, a kisajátítás fog elkezdődni, és hogyha megvan a kisajátítás, akkor kezdődhet a építkezés. Mi lobbiztunk, és szerencsére egy kormány határozat is van erről, hogy Lónya és Tiszamogyoros között épüljön egy közúti híd, illetve az M49-es, amelyiknek az építése szintén folytatódik, és ott is véglegessé vált most már a nyomvonal. Az M49-esnél Szamosály és Porcsalma között szintén egy hidat tervezünk a Szamoson, és hát ha már itt vagyunk Vásárosnaménban, még egy nagy vágyunk az, hogy Olcsva és Olcsva-Apáti között is legyen egy kisebb kaliberű híd a Szamoson, mert akkor az Olcsva-Apáti Panyola kérsemén részt is be tudná csatlakoztatni ide a Bereg szívéhez, vagy legalábbis közelebb kerülne az autópályához. A magyar közút idén 1270 kilométernyi utat újít fel az országban, minden korábbinál magasabb, közel 300 milliárd forint értékben. A társaság vezetője hangsúlyozta, a munkálatok megkezdéséhez szükség van a helyiek véleményére, javaslataira is. Mivel egyszerre mindenhol nem tudunk dolgozni, így nagyon fontos, hogy a hasonló műszaki paraméterű utaknál azok közül melyiket újítsuk föl, úgyhogy itt mindig szoktunk konzultálni a térség képviselőivel, polgármesterekkel, és hát a lakosokkal is sokszor, hiszen ők is megírják az ő igényeiket. Ezeket minden esetben próbáljuk figyelembe venni, és akkor a hasonló műszaki állapotban levő utak közül azt felújítani először, ami több embernek az életét oldja meg, és több embernek fontos. De hát van azért néhány szó az is, amikor esetleg egy olyan kis településen nagyon rossz állapotú út van, ahol azt is preferálhatjuk mondjuk egy kevésbé rossz állapotú, de több ember által használt úthoz képest. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mit választunk, mert az befolyásolja az ott élőknek az életminőségét. Végül meg arra, hogy milyen programok szolgálják most jelenleg az útfelújításokat, akár belterületi, akár településeket összekötő útak esetében. Magyar falu program egy nagyon fontos a mi életünkben is, az országos közutak tekintetében is az 5000 lélekszám alatti településeknek az összekötő útjait és az onnan a városokba járási székhelyekre, megyeszékhelyekre vezető utakat érinti. De ebben a programban vannak települési utak is, az természetesen nem a mi égészünk alatt zajlik, de az önkormányzatoknak ez is egy nagyon jó lehetőség. Jelen pillanatban nekünk van egy társadalmi kiemelt fontosságú utakat érintő programunk, ez is egy 150 milliárd forintos program, aminek hamarosan 170 milliárd fölé fog emelkedni a forrása, ez is egy nagyon komoly összeg, és vannak kisebb térségi programjaink is, ilyen a Közép-Dunamenti program, vagy a Tokaji program, és még emellett vannak uniós fejlesztéseink is, ugye a területi
és településfejlesztési operatív program lassan zárul, ez a Naményi projekt is ebből valósult meg, és ennek a Top Plus nevezetű folytatása hamarosan elkezdődik, úgyhogy így uniós forrásokból is azért lesz lehetőség további felújításokra, fejlesztésekre. A megyei közgyűlés elnöke megerősítette, útfelújításokra a következő idén kezdődő 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklusban is lesz pénz. Ez a 7 évhez képest nagyjából dupla annyi forrás jut a két említett célra. 4-5 számjegyi utakra ugyancsak 7 milliárd, de egy új cél, de a polgármester kollégák által régóta hangoztatott cél, hogy belterületi utakra is lehessen TOP-ra pályázni, az is nagyjából 7 milliárd forint. Tehát azt mondhatjuk, hogy az utakra fordítható források száma, illetve a erre fordított összeg megduplázódik a következő 7 évre. 4-5 személyi utaknál a Magyar Közút pályázhat. Sok esetben, vagy néhány esetben településekkel, aztán konzorciumban valósítják meg a fejlesztést, úgy, mint itt Vásárosnaményban, de erre kizárólagosan a Magyar Közút pályázhat. A belterületi utakra pedig települési önkormányzatok is pályázhatnak majd bizonyos feltételekkel, amik a felhívásban majd tetten érhetőek lesznek. Advent az elcsendesedésről, Krisztus és a karácsony várásáról szól. Könnyen lehet azonban bosszúság abból, ha nem figyelünk az adventi gyertyákra, és leég a lakásunk. Milyen veszélyforrásokra érdemes figyelni adventtől karácsonyig? Erről kérdezem Leskovics Zoltánt, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjét. Jó estét kívánok! Jó estét, köszöntöm a tisztelt televízió nézőket. Hogyha jól tudom, akkor önöknek van egy adatuk is, mármint erre az évre vonatkozóan, hogy mennyi lakástűz keletkezett az elmúlt időszakban. Pontosan a mostani felvétel időpontjáig 357 olyan tűzesemény következett be Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely a mi terminológiánk szerint otthon jellegű létesítményt érintett, magyarul lakóház, lakástűz következett be. Ez az összes tűzesemény körülbelül harmada, tehát egy jelentős számról beszélünk, és itt ragadjuk meg az alkalmat ezen fórumon is, ezen médiumon keresztül is, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a biztonságos várakozás és a biztonságos ünneplésre, és hogy milyen szabályokat kell, hogy betartsunk, mire kell, hogy odafigyeljünk, hogy mégis örömteli, csupán örömteli legyen ez az időszak. Ez a szám, amit említett, ez ugye egy novemberig tartó statisztika. Önök arra készülnek, hogy decemberben jelentősen emelkedni fog? A tapasztalatok mit mutatnak? Így van, az elmúlt évek, talán évtizedek tapasztalatait figyelembe véve, azt tudjuk mondani, hogy a december hónapban megduplázódik az egy hónapra vonatkozó tűzeseti statisztika. Ez nem csupán a karácsony okán történhet, de inkább arra gondolhatunk, hogy az emberek ilyenkor nyilván több időt töltenek otthonaikban, készülődnek az ünnepekre, tehát több olyan tevékenységet végeznek, gondolhatunk itt a konyhai munkálatokra, amely potenciálisan magába hordozza a tűzveszély kockázatát, és ezen okok mentén keletkezhet az, hogy több vonulásra van szükség tűzoltóink részéről, de gondolhatunk arra az eszközre is, amely speciálisan a decemberi hónapban szokott inkább előkerülni, ez pedig a gyertya, tehát a nyílt láng használata, hiszen kevés olyan otthon van, ahol nem gyújtanak adventi gyertyát, és kevés olyan otthon van, ahol a karácsony közelettével nem emlékeznek. Na úgy, hogyha tűz keletkezik az adventi gyertya meggyújtása kapcsán, akkor általában mi okozza a problémát? Tudnak erről beszámolni, hogy van-e valamilyen tapasztalat erről? Hogyne, tehát a gyertyával hogyan is bánjunk. Amikor vagy vásároljuk... Még mindig nem tudják az emberek, hogy bánjunk a gyertyával? Tudják az emberek, csak elfelejtik valószínűleg. Tehát vagy ha vásárolunk, akkor ellenőrizzük le, hogy az ott elhelyezett, az adventi koszorún elhelyezett gyertya mennyire stabilan áll, vagy ha önmagunk készítünk ilyen adventi koszorút, akkor meg úgy készítsük el, úgy helyezzük fel ezt a gyertyát, hogy ez stabilan álljon, tehát rögzítve legyen. Rendszerint így következik be a tűzesemény, hogy ez a gyertya akár önmagától, akár mondjuk húzat hatására el fog dőlni, és meggyújtja a környezetében lévő égetőanyagot. És akkor itt a másik, mondjuk úgy neuralgikus pont, az, hogy ne kerüljön az égő gyertya közelében éghető anyag, mert hogyha véletlenül az emberi figyelem központjából kikerül ez az égő gyertya, akkor sem gyújtsa meg
a környezetében lévő éghetőanyagot, hiszen az majd okozza a tűz tovább terjedését. Gondolom folyamatos felügyeletet igényel, tehát hogy akkor ne hagyjuk hosszú ideig magára a gyertyát, úgymond. Így van, ezt is kimondhattam volna az előbb, hogy minden időpillanatban tartsuk emberi felügyelet alatt. Ugyanígy talán még egy veszélyforrás lehet a gyermeki tevékenység, tehát hogy figyeljünk oda a kiskorúakra, a környezetünk lévő kiskorúakra, hogy ők ne okozzanak ezzel a gyertyával kapcsolatban tűzeseményt. Sokan használnak ilyen pároloktatót, vagy ilyen illóolaj-szerű eszközöket, ami alá meggyújtják a gyertyákat. Ezek egyébként jelenthetnek veszélyforrást? Természetesen itt is, amiről beszéltem, tehát hogy ez egy mécses vagy gyertya stabilan álljon, és nem éghető anyagú alátét legyen ott elhelyezve alatta, amely tulajdonképpen meg fogja akadályozni a tűz továbbterjedését. Beszéljünk egy kicsikét az elektromos fényfüzérekről. Ugye vannak kültéri, illetve beltéri fényfüzérek is, amelyeket használhatunk. Félni kell, tartani kell ezektől az eszközöktől, hogy akár kigyulladhat a ház, hogyha a kültérre szerelünk fel ilyen eszközöket? Normál esetben természetesen nem. Itt, amire megint fókuszálnunk kell, vásárlás során ellenőrzött körülmények között vásároljunk ilyen eszközt, és amit szerkesztő úr is mondott, tehát, hogy nézzük meg, hogy ez hová való, kültérre, beltérre. Ami még fontos lehet elektromos berendezések, elektromos hálózat vonatkozásában, rengeteg elektromos berendezést használunk, ezek teljesítmények különböző lehet, de összeadódva a hálózati túrterhelést okozhat, nem minden épületünk, lakásunk mostani építésű, a régebbieknél feltételezhetően kisebb teljesítményre készültek azok a hálózatok. Adott esetben szükséges ezek felülvizsgálata, szakember általi felülvizsgálata, győződjünk meg arról, hogy bírja ezt a terhelést, hiszen 2021-ben már mindenféle eszközünk, berendezésünk szinte elektromos meghajtású. Gondolom, ha újabb házról van szó, vagy új építésű házról van szó, ez esetben ugyannyira nem feltétlenül lehet probléma, de tényleg egy régebbi építésű háznál azért már rengeteg fogyasztót kapcsolnak rá, tehát ugye egy ilyen házra, úgyhogy emiatt nem biztos, hogy bírja a terhelést. Emiatt is, hogy egy egyszerű hosszabbító probléma, hogy nem olyan teljesítményű hosszabbítóval munkálkodunk oda-haza. Vagy nem olyan minőség. Vagy nem olyan minőség. Még az is, igen. Vannak-e még olyan eszközök, amelyek veszélyes gócpontok lehetnek? Betérünk majd a konyhába is, mert gondolom a konyha is természetesen ilyen lehet. No, de ezen túlmenően még mi a tapasztalat? Erre fókuszáltam, hogy a gyertya, a nyíltlánk használata, de ugyan a fényfüzérek ellenőrzött körülmények között történő megvásárlása és használata. De amit még néhány hónap ezelőtt ugyanitt beszéltünk, tehát dolgoznak, működnek a tüzelőfűtőberendezéseink odahaza, karácsonykor is fognak, ezekre is ugyanúgy figyelnünk kell, ezek legyenek felülvizsgált állapotban, szabályszerűen használva, működtetve, különösen tekintettel mondjuk a hőátadásra, tehát hogy közelben helyezünk el éghetőanyagot, amely hőátadással megkaphatja azt a gyulladási hőmérsékletet, amely ugye lángra lobbanhatja, de akár a kályák vonatkozásában is, vagy a kandallók vonatkozásában is, a szikrafogók elhelyezéssel és alkalmazására külön szeretnénk itt fölhívni a figyelmet. Szóval oda kell figyelni, a konyhában is oda kell figyelni, itt is azért könnyen keletkezhet tűz, hát nem csak a karácsonyi időszakban, de ugye, ahogy említette, ilyenkor többet vagyunk otthon. Mi okozza a legtöbb problémát? Ki lehet valamit emelni? Ott hagyott pörkölt? Ha megvizsgáljuk, hogy lakóotthonainkat helyiségre levontva hol keletkezik a legtöbb tűzesemény, az a konyha lesz. Aztán következik a lakószoba, a fürdőszoba, a további helyiségek, de mondjuk közösségi épületekben, társasházaknál még rengeteg olyan van, amikor kint a folyosónál keletkezik tűz, vagy éppen az erkélyen is rengeteg tűzesemény következik be. De visszatérve a konyhába, itt is rengeteg olyan berendezést használunk, amely elektromos működtetésű, ez szintén veszélyforrás, de ott van maga a gáztűzhely használata,
akkor az ott felejtett étel problémája, ez hatványozottan jelen van itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, hogy rendszerint ebédkörnyék időpontban kell tűzoltóknak kivonulni, hiszen füst szivárog valamely épületből, lakásból. Ez odaégett étel, hogy szakmai technikus terminusza pörkölt járatra van ítélve a tűzoltó. De komolyan fordítva szólt, tehát az emberi figyelem. Hora tesszük az ételt, akkor most már rendelkezésre állnak olyan eszközeink, amelyek figyelmeztetnek arra, hogy lejárt a sütés-főzés idő. Gondolok itt a különböző okos eszközökre, de hangsúlyozottan itt el lehet mondani a füstjelző berendezés eszköz beszerzését és eljelzését is. Bármilyen modern is az a konyha, az a ház, akkor is a füstjelző berendezést az érdemes? Így van. Vannak olyan országok Európában, ahol újépítésű lakást otthon csak úgy lehet üzembe helyezni, mondjuk így, vagy átadni, használatba venni, ahol ez a füstjelző berendezés föl van telepítve. Tehát erre szeretném szintén felhívni a figyelmet, az emberek figyelmét. Szerezzünk be ilyen füstjelzőt, vagy idegen kifejezéssel home detektort. Ezek a tűz korai szakaszában jelzést adnak az ember felé, és meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket. Adott esetben ki tud menekülni, és ki tudja menekíteni a bent lévő embereket. Beszéljünk egy még kicsit, még térjünk vissza az ünnephez, ugye karácsony. A karácsonyfára szokás még mindig gyertyát tenni és meggyújtani a gyertyát, vagy a csillagszórót? Régen ez nagy szokás volt, azt tudom. Manapság mi a helyzet? Mert ez nagyon tűzveszélyes, hát azt természetesen tudjuk. Én azt gondolom, hogy ma már annyira nem jellemző. Az említett adventi koszorúk viszont, ahogy gondolom, illetve különböző forrásaim mutatják, azért ez rendkívül elterjedt. Ez az említett karácsonyfára gyertya, illetve csillagszóró, ez inkább már szerintem a múlt. És akkor ennek tekintetében a fenyőfa tüzek sem olyan gyakoriak már most már? Vagy ezt azért nem lehet még kijelenteni? Egy tucat alatt van országosan a fenyőfa tüzek száma, és itt nem is arra kell gondolnunk, hogy most az adventi időszakban, vagy éppen karácsony napjaiban történik ez, hanem egy picit később időszak, szilveszter és az következő vízkereszt környéki időszak az, amikor már kellően szárazzá válik a fenyőfa, hiszen otthonunkban a fűtés hatására a maradék nedvességét is el fogja veszíteni a fenyőfa, és akkor lesz majd olyan rendkívül gyúlékony állapotban, hogy akár egy hőátadás formájában is. Tehát ha mellette van egy hősugárzó vagy bármi. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor beszélgetünk többek között az építőipar jelenlegi helyzetéről és a szabadidős programokról, lehetőségekről is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!